It's okay to be gay. Your lips are moving. Oh my god, shut up! Nézd, ennél kisebbek nem is lehetnének ezek a betűk. Ez a valaha leggusztustalanabb falat, és ilyen egyszerű az egész. Neked a balcicek, ugyanott ülünk! Soha többé nem vezetek srácok műkörömbe, ez rémes. Meg ilyen autót se. Úgyhogy javaslom nektek, bicepszezzetek műkörömbe. Sziasztok srácok, megérkeztem a körmöshöz. Ez lesz az első állomás a mai napon, és nagyon-nagyon izgatott vagyok, nem igazából rettegek, ugyanis már volt egy nagyon-nagyon-nagyon rossz tapasztalatom ezekkel a műkörmökkel. Sziasztok srácok, Stumpf Patrik vagyok, 25 éves, és műkörömmel fogom leélni életem hátra levő részét. Köszönöm, hogy megnézted ezt a videót, szia! A lényeg az, hogy felvettem majd TikTok videót, gondoltam, hogy veszek hozzá egy ilyen olcsó, tudjátok, van ez a kit, amit így minden kis lányka a körmére rátesz, erre volt hozzá egy ragasztó, ami nem működött. Patrik gondolt egyet, miért is ne ragaszthatná föl rendes pillanatragasztóval, ha már az illata ugyanaz, ezért fogtam a Loctite Bondot, srácok, a legerősebb Loctite-ot, szépen rátettem a kis körmöcskéimre, úgy, hogy ezek nem jönnek le. Egyetlen egy lejött, ez megadta magát. Ők maradnak. Ők úgy gondolták, hogy ők velem szeretnének örökre maradni, nem tudom lefejteni konkrétan, jön fel a hús, hogyha ezt csinálom. A saját körmömet is leszedni, tehát, hogy így nem. Tehát ez csak velem történik meg, szóval Patrik, ne csinálj semmi hülyeséget máskor. Please, elég. Na. De semmi gond, 24 óráig ezekkel a körmökkel fog ma élni, szóval let's go. Adri világ a köröm stúdió, szerintem megérkeztünk. Jöhet! Hello! Hello! Ez meg micsoda? Jézus arra. Szia-szia! Hello! Hello! Időpontra jöttem hozzá. Igen, Patrik. Patrik, szia! Adriana! Hello! Foglalj helyet, ez nagyon kis kellemes. Igen, ide akkor? Igen, gyere! Jó. Nagyon jó kis illat van. Köszönöm. Igen, ez a pepkus gyertya. Uh-huh. Nos, gondolkoztál rajta, hogy milyen? Én elgondoltam, hogy te neked mi lenne a legjobb. Írtál ugye Instán. Igen, mindenképpen igen. Azt szeretném, amit ugye beszéltünk. Ez lenne, amit neked... Igen, ez nagyon tetszik. Igen? És világ, igen, ez tökéletes lesz. Nagyon. És akkor ez most XL? XL? Igen, ez XL-es. XL-es. Nem baj, hogyha előtte, utána fotót csinálunk. Majd a körmeidről? Nem, jó, egyáltalán. Jó, feltenném majd az Instagramra. Srácok, szerintem nagyon-nagyon nem vagyok jó helyen. Viszont ezek a körmök tetszenek, szóval bízom Adrián körömvilág stúdiójában. Most éppen elment, valamit hoz, és félek, hogy olyan dolgot, amit nem szeretnék, hogy hozzon. Ez a bajom, nagyon creepy, srácok. Én még nem voltam körmös. Vannak bajok, de megcsináljuk, de jó? Először kicsit körbe leszelgetünk, mesélj. Ez nagyon fura érzés! Ez nagyon fura érzés volt, kirázott a hideg. Figyú, ez mennyi ideig tart? Oh my god! Bocsánat! És mesélj csak, családdal. Fú, meg vagyunk, meg. A kutikulámat reszeled a kutikulámat! De hogy reszelem, hát ezt ki kell bírni, hogy bírnád az építést tölteni? Sehogy. Szarrá égnek. Itt van egy inkubátor, érted? Abba tudom, meg kell tenni. Tudom, ha én azt nem. És ráég a körmöd, no, nagyon no, fáj. No. Fú, de makacs ez a köröm. Nagyon. Na és akkor elérkeztünk a... legizgalmasabb részhez. Itt van. Ez így néz ki, srácok. Ez lesz a ragasztós. Része. Most jön az ágyék felnyomás. Ágyék. A körömágyéknak a felnyomása. Soha. Hát ez nagyon unalmas. Mert tudod, a műszempillánál el tudsz aludni. Azt mindenki azt mondja, hogy ők alszanak egy de itt amúgy de itt most mindig az? Beszélgetnek. Pedig Réci, de nem itt te állod. Úgyhogy csak az... De nincs akkora hosszú hogy odaér. De teszed a kezedet és így. Oh my god. Yes, thank you. Ez itt kényelmetlen. De szarom. Mióta is foglalkozol a körmözéssel? Igazából két hete. Láttam az okleveleket. Igen, két hete. Lana, kérlek.
Lana, ő a kislány. A kislányom, kislány nem mutattam be. Köszönni ki fog. Akkor ők lennének. Tehát akkor ezek a körmök. Ja, és akkor itt választhatok, hogy melyiket? Nem, én választok. Jó, most kiválasztja a szakember megfelelő méreteket. Csak igen, az egyik az viszont ugye csillámos, és én nem azt szeretném. Ez nem így működik. Sajnos ami jó, azt tesszük rá. Jó, értem. Tehát ez össze-vissza lesz. Jó, az a baj. Nem az a baj, hanem ez nagyon rossz érzés, mindig rázza. De nekem úgy volt már valaha ilyen nagy körmöd? Igen, lerágtam egy nap után. Így néz ki, srácok, eddig a körmöm, már most nagyon élem. Ez nagyon szép. És direkt ezt a tavaszi, ugye, mert jön az ősz, tehát ugye ezt a tavaszi kis mintázatot választottam. It's okay to be gay. Ferde! Mutatnám a stresszköveset így, jó? Első öt köröm megvan, jöhet a következő öt. Ez a gyertya milyen illatú? Pepkó. Hú, és ez egy virágos lett. Igen, igen. Ez kicsit nyomja hátul a kutikulámat. Hát akkor nyomni fogja egy darabig. Tehát ránézek, és nevetnem kell. Baba! Isten áldjon már meg! Your lips are moving. Oh my god, shut up! Just chill. Just chill. Patik, még egyszer hozzá. Nem bírom. Nem bírom ki. Én ezt nem is akarom leszedni. Csak meg... Ilyenkor... Ilyenkor bezzek hozzám, miért? Figyú, ez... Bébe, ez ocsmány! De most... Ez ocsmány! Ez ocsmány! De hát szokott jelenni, ilyenkor szokták kiegyenlíteni. Ezt kireszeled? Ezt érni. No. Neked... Csináld meg magad, most te magadra vagy utalsz. Nem tudom ezzel meg. Na megcsinálod, szia! Na srácok, elkészültünk. Ilyen gyönyörűek lettek a körmeim. Tehát, hogy look at this. Imádom őket, nagyon-nagyon szépek. Most mi a baj? Semmi. Most el fogunk menni az IKEA-ba, viszont előtte egy Molivo X-et fogunk hajkurászni a városba, amit én fogok vezetni. Nem ismer fel a Face ID, szóval meg kell adnom a jelkódomat, ami viszont körülbelül egy mondat hosszúságú. Jó? Tehát valószínűleg ma nem fogom tudni használni. Már elfelejtettem a jelszóval. Nézd, ennél kisebbek nem is lehetnének ezek a betűk. De nézd. Már. I'm good. Thank you. Na gyerekek, lefoglaltam a Molimót, szerencsére még itt volt, amit kinéztünk, egy XL-es, nagyon kevés van belőle, úgyhogy szerencsénk van. Viszont már akartam mutatni nektek az első hacket és challenge-et, az pedig nem más, mint a zokni és cipő húzás. Erre egyébként 25 percünk lesz, a Molimót 25 percig lehet lefoglalni, szóval kezdjük is el. Na hát ezt a fehér zoknit választottam hozzá, ez egy jó vastag, amúgy tiszta, vagy nem, nem tudom. Szóval ezt fogom felhúzni a lábikomra. Az előbb egyébként el akartam menni mosdóba, viszont inkább meggondoltam magam, mert ezt a gombosat én nem tudom kigombolni egyedül. Viszont ez meglepően jól működik. This is not real. Adrián, ez nagyon nem jó így. Oh! Yes! Fúj, nem mutass ennyire! Mondom, hogy tiszta volt! Első megvan, srácok. Ezt a cipőt választottam hozzá, ez megy az outfitemhez, illetve nagyon sok rajta a fűző. Ez csak jó lehet, ilyenkor lenne jó egy papucs, de challenge-et elfogadtam. Nem tudom, hogy lehet-e azt csinálni, nem. Hogy ezt úgy használom, mint egy cipőkanalat. Első megvan, és akkor most jöhet a varázslat. Egyébként én nagyon felkészültem erre a videóra, ugyanis két napja ilyen videókat nézek, hogy ez hogyan lehet, és a legfontosabb tanács az az, hogy itt ez. Ezzel kell, nem? Ezt te is mondtad az új begyeddel. Szóval, akkor ezt bekötjük. Rettentően fáj, de nem ez a lényeg, hanem hogy nagyon jól nézünk ki. Well... Look at this! De ügyes vagy! Az első kész van, a következőt már nem fogom felvenni a szenvedést, úgyhogy tökéletesen passzol. Mint egy üvegcipő. Nem kell olyan szorosra. Na hát még mielőtt elindulnánk, srácok, egy gyors outfit check, ugye ez a cipő, ez a nadrág, ez a táska, ez a kabátka, és akkor ugye ezek a kis körmök, abszolút feldobják ezt az outfitet. Ez amúgy nincsen beslitzelolva, mert nem tudom megcsinálni, úgyhogy let's go, 10 percünk van odaérni. Na gyerekek, megérkeztünk, ő a mai autó, remélem nem fogom összetörni, nem vezettem még ilyet soha, és amúgy fun fact, hogy nem szeretek Budapesten vezetni, ez lényegtelen, egy percünk volt ideérni, és egyébként abszolváltuk meg pont ide. Well, szóval, hogy ide értünk, most már csak rohanunk az IKEA-ba. Megerősítem. He's open. Úgy nézek ki, mint egy szakember.
Na, menjünk. Na, hát nagyon kis kozi ez az autó, Adrián, mit gondolsz? Megtaláltuk a kulcsot, viszont egy probléma van, hogy ez manuális, amit annyira nem szeretek, főleg így körmökkel, de... Kis probléma adódott, amit nem is néztem. Egy ilyen kis fém darab, és ugye ott a tükör, amin keresztül lehet nézni a dolgokat. Viszont így nem fogjuk látni, szerintem ebben az autóban nincsenek radarok. A megérzéseinket fogunk... Oh my god! No way! Tudom, a megérzéseinkre fogunk hagyatkozni. Ami ugye nekem nincs, de jó, hogy itt van az Adrián. Akkor most jön, ami még nem jött. Tudti, hogy kell lenni benne radarnak. Biztos, hogy van. Hát csak van benne radar. A megfelelő olaj. Jó, megfelelő olajszint az jó, és akkor hol van a kézifék? Ez a P betű az, ugye? Lol. Igen. Jó, na. Szuper. És akkor beteszem... Rükvercbe. Az egyes. Ezt így hátra kell húzni, vagy föl kell húzni. Igen. Yes! Ja, igen, mert van olyan, tényleg. Oh my god! Van benne radar! Ez már jó. Szóval, srácok, akkor indexolok oda kifele, ugye? Igen. Na szóval, itt tovább mész egyenesen, igen. Ott nem megyünk el jobbra, és balra kell majd ott menni a végén. I'm fine. Itt vagyok, segítek, nyugi, tudom. Jó, srácok, tehát az van... Most szólt az autó, hogy elhagytuk a MOL-i limuzónát, szóval lehet, hogy meg se állhatunk ugye az IKEA-nak a parkolójában. Long story short, nagyon nagy baj, viszont long story short, nem fér be a tükör Adriának az autójával, azért mentünk ezzel. Ez srácok, ez nagyon kaotikus már most. Már most. Figyelj az útra. Jó, piros van. Hi! Bicycle! Megérkeztünk, itt vagyunk az IKEA parkolójába, és az előbb mondta az autó, hogy le lehet parkolni, szóval minden rendben van. Most viszont parkolóhelyet fogunk keresni. Tudni kell rólam, hogy nem nagyon tudok parkolni, de most meg fogom oldani. Parkoljak inkább be én? Orral előre, ide fogok állni, gyerekek. Így, mint kés a vajba. Ubi! Nem látok semmit! Én sem. So good! Tökéletes. Ennyi, gyerekek. Be kell fotóznom minden a négy sarkát az autónak. Rendszerető ember vagyok és rendes. Négy kép, ugyanígy oldala van. 30 percet vezettem ezt az autót, és 6000 forintot fizettem érte. Annyira egyébként nem vészes, viszont nem tudom, hogy a parkolás, vagy ez a várakoztatás, ez mennyi lesz. Úgyhogy bízom benne, nem viszik el előlünk, mert hogy elviszik, akkor cseszhetjük az egészet, nincsen tükrünk, nincsen autónk, és nem jutunk haza. Úgyhogy most el fogunk menni, először eszünk, utána pedig rohanunk ugye a tükörért, mert összvisz 25 percet tudsz foglalni kétszer, szóval 50 percünk van erre az egészre, úgyhogy szorítsatok nekünk. A körmeim pedig ugyanúgy tündökölnek, mint előtte, szóval lehet vezetni köröm. Rájöttem, srácok, hogy a körmöm megy az IKEA-hoz, úgyhogy ez nagyon vagány. Adrián, te mit fogsz enni? Ezt nekem is nyugodtan kivehet. Van a felső, az a kedvencem, szóval én abból szeretnék kérni. Thank you, ehhez is megy a körmöm. És szerintem mindketten húsgolyót fogunk enni, csak a szokásos. Köszönöm! Yes! Következő challenge, srácok, az pedig, hogy megtöltsem ezeket a parakat. Bár ez nem nagy kihívás, már hogyha odarakom a helyére, ez ennyi. Ezt abszolváltam. Eléggé kaotikus az a mai nap, de ezt már megszokhattuk az összes ilyen, szóval körülbelül van 25 percünk arra, hogy megegyünk, és utána pedig elhozzuk a tükröt, és bevigyük az autóba, és nagyon bízunk benne, hogy egyébként be fog férni, mert ezen agyaltunk, hogy mi van, hogyha be se fér. Úgyhogy kívánjatok nekünk jó étvágyat. Ja, egyébként a töltésen kívüli challenge, az üdítő töltésen kívüli challenge, az ő lesz, hogy ezt hogyan fogom kibontani. Tehát ugye így néz ez ki, egyébként ez nem nagyon nehéz. Ennyi, srácok, lehet műkörömmel élni. Ezt fogadjátok el. És a legegyszerűbb módja, hogy megegyétek ezeket a kis golyókat, hogyha így beleszúrjátok a körmötöket. Yes, this is good. Bele lehet mártani. My god. Ez a valaha leggusztustalanabb falat, és ilyen egyszerű az egész. Magnifico. Ez a legjobb kaja a világon. Ezt kijelenthetjük, ugye, Adrián? Yes, of course. Írjátok magam úgy kommentbe, hogy szeretitek-e a svéd ételeket, leginkább ezt a húsgolyót, meg a barnamártást. Szerintem tök királya, hogy így az édes és a sós találkozik, és egyszerűen fantasztikus, illetve ez a másik nagy kedvencem, a svéd mandulatorta. Izorgia. Az utolsó falatoknál vagyok a sütivel, bon appetit, és van vissza 10 percünk. De nyugiban, ráérősen nem fogok kapni, ahogy szoktam. Élvezem az ízeket, Svédország ízeit csodálatos körmeimmel. Mivel 3 percünk van odaérni a kasszához és az autót kinyitni, ezért levágtuk az utat, Adrián tudta már itt a menekülő útvonalat, teljes a káosz. Úgy érzem, hogy abszolválni fogjuk, mondom, attól félek, hogy nem fér be a kocsiba a tükör, mert rohadt nagy. Ez.
ez a hovet. Reméljük, hogy befér, és ez az IKEA-ban kapható legnagyobb tükör. Ezt választottam végre, igen. Na, tehát, hogy ő lesz az, srácok, megnézzük, hogy minden rendben van-e. Igen, nem törölt, szakszerű ellenőrzésekbe. Segíts! Patrik, vigyázzál már egy kicsit! Be van csomagolva, béb! Megpróbálunk önkiszolgáló kasszába menni, hogy gyorsabban végezzünk, ugyanis, mint látjátok, kígyóznak a sorok. Egyébként tök jó áron jutottam most hozzá, ugyanis akciós volt, szóval tök király ez a mai nap. És még mindig van 2 darab percünk, úgyhogy reméljük ez meg lesz, és utána irány haza, srácok! Kiértünk az autóhoz időben, minden szuper. Egyetlen egy probléma van, hogy ezt az autót én már 2-szer lefoglaltam, neki vagy a tükörnek. LOL. Szóval, hogy 2-szer lefoglaltam, és ez azt jelenti, hogy nem foglalhatok utána többször autót. Én ezzel nem kalkuláltam, úgyhogy most itt van a tükrünk, és nem tudjuk hova tenni. Adrián, mit csináljunk most? De tényleg most literálisan nem tudom, ugyanis, hogyha megnézitek, ide rámegyek, lefoglalom, meghaladtad a foglalási limitet, de hogy én nem lefoglalni akarom, hanem csak ki akarom nyitni az autót. Szóval most fel fogom hívni az ügyfélszolgálatot, mert nekem ez az autó ma kelleni fog. Nyomd be teljesen a féket, és a kulcsot kétszer... Srácok, elmondjam most a diszpécsre, hogy hogy kell vezetni, nem ez a kérdésem. Na jó, tehát nem fogunk tudni hazajutni, nem tudom, hogy mit csináljunk, egyszerűen nem veszi fel az ügyfélszolgálat, csak robotokat dobál be nekem folyamatosan, nem tudom, itt van egy rohadt nagy tükör, úgyhogy még egy taxit se tudunk hívni, tehát nem tudom, hogy ilyenkor mi van. Megvárjuk a 120 percet, az kb. 2 óra, nagyon izgalmas, úgyhogy egyébként ma még videóznom kéne és folytatnom ezt a rohadt vlogot. Izgalmas, de a körmeim legalább még mindig szépek, ez nyugtat. Egyszerűen annyira rossz, hogy itt van ez az autó, amivel jöttünk, már úgy érzem, hogy a sajátom, és nem tudom feloldani. Egyszerűen nem tudom feloldani. Ez micsoda? Konkrétan rányitottam, utolsó mencsvár, hogy kinyitom, és basszus, nyitva van az autó, úgyhogy egyébként lezártam. Ez hogy sikerült? Nem tudom, tehát fogalmam sincs, úgyhogy ennek utána kell járnom. Ezt amúgy miért nem néztük meg legelőször, hogy nyitva van-e? Nem tudom, egyszerű pánikolni, mint megnézni először a dolgokat. And this is... Ne így rakjad, hanem oldalasan. Oh my god! Jézusom, Patrik! Oh my god! És tökéletesen, srácok, tökéletesen befér. Kell ide egy nő! Köszönjük a részvételt, már csak ne dőljön el útközben, és ne törjön össze, köszönöm. Jó tett, hogy beültünk az autóba, gyerekek, és nem indul el, ugyanis nem érzékeli az alkalmazás, hogy benne vagyunk, tehát jól éreztem azt, hogy ez így nem oké, hogy itt van az autó. Úgyhogy most még mielőtt lemerülnék, mert egyébként 3%-on vagyok, ezért elfejtettem a jelszavamat. Na itt van, megérkezett a jelszó, ezt most akkor vissza fogom állítani. Adrián is próbál. Meg! Nem indul el. Igen, igen, igen. Jó napot kívánok, Stoff Patrik vagyok, és kibéreltem egy MOL Limo XL-eset, amit leraktam a Soroksárinál, tehát ugye ott hagytam. Viszont előtte én 2-szer lefoglaltam már, szóval azt írja, hogy ugye lefoglalási limitet elértem, de itt vagyunk az autó mellett, és be akarnánk pakolni. Viszont még van egy olyan csavar a történetben, hogy nyitva volt az autó, amikor ideértem az autó mellé, és bent tudunk ülni az autóba, de ugye nem indul el. Már bent ülnek az autóban, de nincs is foglalás. Igen, ez a durva. Igen, igen, köszönjük szépen. Köszönjük. Oh my god, oh my god. Fuck, Adrián, köszönöm. Az az igazság, hogy lehúztam, és nem igazán tudom felhúzni. Az autópályán robogunk, a hajamat leviszi a szél. Patrik, nyugi, nyugi van. Eldőlt a tükör! Oh, de még nem tört össze, Jézusom, hogy megyünk, és de nem is ment meg gyorsan. De nem, de úgy fékezel, mint egy vadállat. Balba! Hát a bal sem! Neked vagy nekem bal! Neked a bal, meg ugyanott ülünk! De hogy dőlhetett el, amikor egyszerűen oda volt támasztva? Nem és tudom. Tudom, ezt felhúzom. Oh my lord, nem húzd már nem föl! Nem tudom felhúzni, igen. Akkor... Jó, várjál! Yes! Patrik, most ha az összetört, én nagyon ideges. Nem törhet össze egy tükör. Igen, nem törhet össze egy tükör. Menjünk már! I'm okay, guys. No, I'm okay. It's not okay. Oh, I'm not. Nagyon ideges. Srácok, nem látok hátulra. Nem látok hátulra ettől a tartól. Vigyázz már az aknék. Akna? Ugyanaz. Jó, mennyivel lehet itt menni? 70? 70-nel. De kitalált ezt, hogy nem látsz hátulra, akkor mi a f***nak van ez a visszapillantó tükör, könyörgöm. Én tudok vezetni, nem velem van a probléma, hanem ezzel az autóval. Várjál. Oda úgy. Yes! Jézusom! Sorry! De azért, mert behúzom a parkolót! Hát nem hiszem el! Na végre! Soha többé nem vezetek, srácok, műkörömbe, ez rémes. Meg ilyen autót se. Konkrétan, srácok, el volt dőlve. Tehát úgy találtuk a földön, nagyon bízunk benne, hogy nem tört el. Befért a liftbe, Adrián. Figyelj!
szupportállak lelkileg. Azért ez nem semmi, sikerült Adriennek behozni egyedül ezt a tükröt. Mit szólnál ahhoz, hogy innen egy kávét, és utána megbeszélünk, hogy ma így eddig mi történt? Van az, amit az emberi elme nem bír tovább, és ez ma az volt. Meg fogom dönteni ezeket a műkörön mítoszokat. Fel lehet-e venni egy pénzérmét a földről, ki lehet-e bontani egy dobozos kólát, vagy pedig ki lehet-e törölni-e a seglikadat. Cut the cameras! Ez gyönyörű. Ez gyönyörű szép. Yes. Ez a legnagyobb, amit az IKEA-ba kapni lehet. Az a neve, hogy Hovet. Hova lett? Halloween. Hello! Amúgy mennyire örülünk egy rohadt tükörnek? Mert már amióta felköltöttük, egy éve szeretnék tükör. Egy éve ezt beszéltük, és két éve ez a tükör az álmom, és ez most történt meg a szemetek láttára. Elérkeztünk a következő mítoszhoz, ami nem mítosz, viszont ezt most meg fogjuk csinálni. Nem lehet műkörömmel ablakot pucolni. Look at this, look at that. Össze van ez így göngyölve. Na, erre mondjon bárki bármi. Úgyhogy igenis lehet műkörömmel ablakot pucolni. A következő challenge, amire nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, és szerintem ez a legfájdalmasabb, legalábbis ez tűnik a legfájdalmasabbnak, az pedig a dobozos üdítő kibontása, tudjátok azt a kis fejet, hogy így alányulsz és kiszeded, és így rettegek már most, minden egyes érintéstől fáj egyébként a körmöm. El fogunk most menni a benzinkútra, megvesszük a kis üdítőnket, utána viszont az ATM-ből való kártya kivevést fogjuk megpróbálni, ami szintén egy ilyen challenge-nek mondható, hogyha ezekkel a körmökkel élsz. Majd nap végén el fogunk menni edzeni, amit egyébként nagyon-nagyon nem várok, ugyanis ide ebbe a terembe járok fél éve. Mindenki szeret, viszont hogyha meglátnak így, akkor félek, hogy megutálnak. Irány a benzinkút, őt fogjuk választani. Írjátok meg kommentbe, hogy ti szeretitek a Dr. Peppert. Elérkeztünk a dobozkibontós hackhez. Olyat is láttam TikTokon, hogy így alányultak a csajok, és megpróbáltak így felliftingelni. De olyat is láttam, hogy egy szívószálat dugtak bele, és azzal húzták föl, szóval igazából rengeteg opció van. Én most azt fogom kipróbálni, amit az előbb mutattam, tehát hogy ide belenyúlok. Kicsit fölizélem, megfogom a másikat, és akkor így, hogyha feljött egy picit, látjátok, itt meg lett lazítva, akkor már nagyon egyszerűen, itt új beggyel ki lehet nyitni. Ennyire egyszerű, és fogyasztható is a Dr. Pepper. A következő challenge az pedig az ATM-ből való kártya kiszedése ezekkel a hatalmas karvaj körmökkel. Egyébként annyira nem rossz ezekkel együtt él. Szia! Oh Jesus, köszönöm! Itt van a kártyám, ez egy nagyon vékony plastikkártya, és ezt most be fogom helyezni ide az automatába. És ugye látjátok, hogy így nagyon-nagyon nehéz. Ezért van TikTokon ilyen csiptetőjük a lányoknak, nem tudom, ilyen csipesszerűség, viszont nekem nincsen, úgyhogy az új begyeimmel megfogom, letakarom, hogy ne lássátok. Kész is van, ennyire egyszerű kivenni egy bankautomatából egy bankkártyát, szóval kimondta azt, hogy nem lehet élni műkörmökkel. Én az előbb, de lehet, szóval nem ajánlom senkinek. Na srácok, megérkeztünk, most el fogunk menni edzeni, és ki fogjuk próbálni azt, hogy lehet-e ezekkel a mancsokkal edzeni. Hi. Hogy vagy? I'm fine. Éppen próbálok üzenetet leírni, de nem tudok, mert mindent elírok ezekkel a körmökkel. Lányok, ezt bannoljuk be. Felejtsük el a műkörmöket. El fogunk menni edzeni, és ki fogok kapcsolni, de attól rettegek, hogy egyszerűen ott is fájni fog, és beleakadok valamibe, és hátra szakad, nem. Love you! És akkor gyerekek, eljött a bandana felhelyezésének az ideje. Tudni kell rólam, hogy én ebbe szoktam edzeni, azért, mert jól néz ki. Egy. Kettő, nagyon-nagyon jó, hogy felszívja az izzadságot a homlokomról, és nem úgy nézek ki, mint akit leöntöttek egy pohár vízzel. Tehát így megfogjuk, félbehajtottuk ugye, szakszerűen felhelyezzük a sityakunkra, és itt jön igazából a neheze, hogy ezt itt be kell ide játszani. Nem tudom, hogy annyira látjátok, megpróbálom ezt így demonstrálni. Tehát, hogy itt így ezt így be. Így ezt a felesleges részt, ami amúgy nem felesleges, de hogy így kilóg, hogy ez így most literálisan nem akar ide bemenni. És akkor most az utolsó lépésként pedig egyszerűen egy csomót fogok ide kötni. Úgyhogy annyira megszoktam, ezt figyeljétek, annyira megszoktam ezeket a körmöket, hogy már kötni tudnék velük. Konkrétan fonni, csomózni, mindent már tudnék vele. Így néz ki ez a final look. Megérkeztünk a terembe, és nagyon-nagyon sokan vannak, bár mostanában alapból sokan vannak, de mindegy. Első felkerült, Adrián kicsit szoros lett. Áó! Kezdjük is szerintem súlyzóval, a kézi súlyzóval fogjuk kezdeni, ez talán egyszerűbb. 18 kiló, megfogom, alányulok. Ilyen egyszerű játszik könnyedség, amúgy nem. Érzem, hogy visszahajlanak a körmeim. Elérkeztünk a következő gyakorlathoz, amit úgy hívnám tekbenyomás. Felhelyezek 5 darab kilót, ide is.
megfogjuk, rámarkunk. Ilyen egyszerű srácok, semmiben nem zavartak a körmök, úgyhogy mehetünk a következő gyakorlatra. Elérkeztünk srácok az utolsó előtti gyakorlathoz, ez pedig squat pad. Itt ezt megfogom. Fontos, hogy ilyen fejet vágjatok. És szintén nem akadályozom benne semmit a köröm, úgyhogy javaslom nektek, bicepszezzetek műkörömbe. Ez pedig egy futópad, amin pocogni fogunk, gyertek velem. Adunk rá egy kis kakaót, és kezdődhet a lóti futi. És tudjátok, milyen van a legjobb, srácok? Az, hogy futás közben is rohadt jól néztek ki. Végeztünk srácok az edzéssel, most pedig megyünk haza, és holnap be fogok jelentkezni. Nagyon-nagyon jót edzettünk, sose edzettem még ilyen jót. Köszönöm Adriennek, hogy itt volt és szupportált, és mindketten olyan kínos helyzetbe kerültünk, amit még soha, de semmi baj, erről szól a YouTube. Találkozunk srácok holnap. Sziasztok srácok, jó reggel! Igen, jól látjátok, nincsenek rajtam a körmök, ugyanis most telt le a 24 óra, de én tegnap este az edzés után leszedtem őket az autóba, nem bírtam tovább. Szóval egyszerűen nem értem, tehát hogy így eltelt 24 óra, és rájöttem arra, amit amúgy is tudtam, hogy ezekkel nem lehet együtt élni, de tényleg, egyszerűen nem fogom föl, hogy a lányok képesek ezt így önszántukból ráhelyezni az ujjacskáik végére, és ezzel megpróbálnak együtt élni. Tehát ez konkrétan olyan, mintha egy lincset raknál magadra, és megpróbálnál vele együtt élni, nem lehet. Annyira, nem is tudom, felpuhult itt a körmöm, vagy tudjátok, annyira érzékeny lett, hogy kicsit így hozzáértem, bárhova, és kirázott a hideg, fájt a körömágyam, a kutikulám, mindenem fájt, leszedtem, lehet, hogy a challenge-et ezzel elveszítettem, mondjunk nemet a műkörömre, nem, tehát engem nem fogtok látni hatalmas műkörmökkel rohangálni Budapest utcáin, az nem én leszek, úgyhogy ennyi is lett volna egyébként ez a videó, nagyon kaotikus volt, remélem, hogy tetszett nektek, srácok, és ha esetleg van még hasonló ilyen bolond ötletetek, akkor azt nyugodtan írjátok meg lent a komment szekcióban. Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, találkozunk a következő videóba. Ha gondoljátok, nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, kövessetek be mindenhol, Instagramon is, TikTokon is, nyomjátok meg a csengőt, hogy az összes leendő jövőbeni videómról értesüljetek. További szép napot kívánok nektek, sziasztok!